következő versenyzőnket köszöntsük a színpadon, Hédl Évát. Kedves Éva, kérlek, fáradj ki hozzánk. Jó napot kívánok, sziasztok! Honnan érkeztél, és milyen dalt énekelsz nekünk? Sümegi vagyok, és a Kishablány vár rám a föld című számot fogom előadni. Vagy szeretnél még valamit mondani a közönségnek, amit tudhatnánk rólad, vagy szeretnél róla? Hát amatőrként indulok, de remélem, hogy mindenkinek azért egy kicsit tetszeni fog. Jó, én azt gondolom, hogy bízunk meg, hogy nem kicsit félbe, álljál nagyon sok sikert. Kutítsák, nagy tapsal! Szurkolok! Nézd, milyen szép, milyen helyes, ezzel a gyűjtemény tökéletes, lehetnék boldog vele, hisz megvan már mindenem. Nézd, ez a kincs, mesés vagyok, enyém a tenger, ha azt akarom, ámulsz és ájulsz bele. Sok száz, akad limlom és kacat elé, de ennél több valami kéne még. Ott élnék fenn, hol az ember jár, nézegetném, igen, nézném a táncot, huszonyodott fenn egy csúfakadár. Láb kell, hogy ugrálj, szökelj, táncolj, fenn, ahol jár, ahol szalad, ahol az ember a napon marad, hol virul a föld, ott élnék fönn, vár rám a föld. Mit nem adnék, ha futhatnék versenyt a széllel, bármit megér, simogató, forró fövel. Talán ott fenn megértene, lányokat nem tiltják a tengertől, úszhatnak ők, mint a sellők, s ővék a föl. De jó volna tudni, amit ők tudnak, kérdezem őket, majd válaszolnak. Mi az a tűz és mit csinál? Miért is ég? Ha ott lennék, úgy szeretnék kószálni fenn a partvidéken, túl a vízen. Én úgy hiszem, vár rám. A közönség már megjutalmazott, nézzük a zsűri pont számait. Szabina? 7 pont. Zsazsa? 9 pont. Mário? 7 pont. Rita? 8 pont. Püspöki János? 8 pont. Köszönjük szépen!